Itt az idő, hogy az MSZP és Újhely István végre egyenes válaszokat adjon az esetleges kenőpénzekről. Ezt mondta a KDMP és Nacsa Lőrinc, miután újabb cikk jelent meg a sajtóban a Szeviép és Újhely István, valamint Botka László szegedi polgármester kapcsolatáról. Egy vállalkozó, aki azt állítja, hogy jól ismeri az ügy szereplőit, arról beszélt, hogy járulékos költségeket fizetett a Szeviép a szocialista kormányok idején azért, hogy nyerjen a közbeszerzéseken. Korábban a Szevijép nevű cég egyik volt vezetője ugyanezt állított. Új Újhely István azonban visszautasítja és hazugságnak tartja a korrupciós vádakat. A szevéjében mindenki tudta, hogy 2006 és 2010 között az MSP s Újhelyi István és Botka László szegedi polgármester segítette megnyerni a szevéjépnek a beruházásokat és a közbeszerzéseket. Erről beszélt a Pesti Sárcoknak Berecki István vállalkozó, aki saját bevallása szerint hosszú éveken keresztül szoros baráti és üzleti kapcsolatot ápolt a szevéjép vezetőjével. A Szeviéppel kapcsolatos botrány azután kezdődött, hogy az építkezési projektekkel foglalkozó vállalkozás 2010-ben bedőlt. Majd kiderült, hogy a cég majdnem 400 alvállalkozójának tartozik, összesen 11 milliárd forinttal. A kérdés csak az volt, hogy hogyan keletkezhetett több milliárdos tartozás, miközben a Szeviép Szeged egyik legsikeresebb vállalkozása volt. A Károsultak jogi képviselője szerint erre az a magyarázat, hogy a Szeviép valójában központi szerepet töltött be az MSZP finanszírozásában, és az eltűnt pénzek egy része a szocialisták kasszájában landolt. A bíróság tavaly novemberben megállapította, hogy a Szeviép 2007-től rendszeresen és nagy összegben adott kölcsönöket fizetési problémákkal küzdő vállalkozásoknak, mégpedig úgy, hogy a szerződésekben sem kamatról, sem fedezetről nem volt szó. A három Szeviép vezető közül Baranyi Sándort első fokon hat év börtönre, a két másik vezetőt pedig öt év szabadságvesztésre ítélték. A Pesti nyilatkozó vállalkozó szerint a cég vezetése szinte napi kapcsolatban állt az MSP s Újhelyi Istvánnal. Ő segített abban, hogy a Szeviép megnyerje a közbeszerzéseket. A vállalkozó szerint a Szeviép Újhelyi István és Botka László nélkül gyakorlatilag nem is létezett volna. Ezt a Szeviép vezetői is tudták, és cserébe tetemes összegeket, több 10 millió forintot adtak arra, hogy elnyerjék Újhelyi István és Botka László jó indulatát. Ezen felül Berecki István szerint havonta több millió forintnyi kenőpénzeket osztottak vissza azoknak, akik segítettek a megbízások elnyerésében. Márciusban a Szevijép 6 év börtönbüntetése ítélt vezetője is kitállalt a sajtónak. Baranyi Sándor azt állította, hogy a Szevijép hálából újította fel Újhelyi István házát, nagyjából 30-40 millió forintért. Fogalmam sincs, hogy... Ezt, az úr. Ezt Újhelyi István később tagadta. Bodka László, Szeged MSZP-s polgármestere pedig többször is azt mondta, neki semmi köze az ügyhöz. Itt az idő, hogy Újhely István végre egyenes válaszokat adjon. A kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc arra szólította fel Újhely Istvánt, hogy tisztázza magát az őt ért vádak alól. Májusban európai parlamenti választás lesz, és Újhely István, a szocialista párt, az MSZP európai parlamenti jelöltje. Így a magyar embereknek joga van tudni az igazságot Újhely Istvánról. Újhelyi István a most napvilágot látott hírekre egyelőre nem reagált. Ez egy olyan fideszes belháború, amiben nekünk nem kell beavatkozni. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke pedig fideszes belháborúnak nevezte a Szevi ügyet. A Szeviép volt vezetője ugyanakkor például az M43-as út építésével kapcsolatban arról beszélt az interjújában, hogy abban az időben egy ekkora beruházásnál csak az lehetett fővállalkozó, akinek voltak politikai kapcsolatai, ahova pénzt csorgatott vissza. Baranyi Sándor szerint az utatépítő építő spanyol céget új helyi István és Botka László hozta az országba.